Happy Bitcoin! Sziasztok, kedves barátaim! Hétvégén, vasárnap, Krisna völgybe egy tűzáldozati szertartás volt, és erről egy pár szót szeretnék nektek mesélni. Van többféle tűzáldozati szertartás, mert tűzáldozat, arról van szó, és miért van tűzáldozat, és miért kell. Ezen a héten egy pár alkalommal erről fogok nektek mesélni. Az egyik az, hogy ez a világ pont arra tanítja, hogy legyen önző, és ne add, hanem csak fogad. Nem fogad, vidd el magadnak. Csak facsar ki a világból az élvezett utolsó cseppét, csak használj ki a természetet, másokat, és akkor boldog lehetsz. És így az történik, hogy az ember el fog tévedni a karma szövevényébe, és jön a boldogtalanság. Amikor az ember csak ki akarja mindent zsákmányolni ebbe a világba, akkor el fog tévedni. Úgy mondják szanszkritul, ha karma bandana. Gusból lesz kötve. És nem lehet boldog anélkül, hogyha ember megtanítja adni. És Isten létrehozta az áldozatot arra, azzal a célon, hogy ember tudjon adni. Mi történik, mikor ember csak viszi magának, elvisz, és mi történik, mikor ad? Amikor ember csak magáról gondol, és csak nekem, akkor nagyon erősen nő a ego és a test felfogás, hogy én vagyok ez a test, és akkor jönnek a szenvedések, és így eltéved a karma labirintusban. Hogyha valaki tanulja a védákat, és megtanulja adni, akkor tisztul az ego. Bhagavad Gita-ban Krishna a harmadik fejezetben ajánlja az áldozat végzését. Yagyarta karma nonyatra. Arról beszél, hogy minden cselekvést önzetlenül tegyi, mint egy áldozat. És mert áldozat nem azt jelenti, hogy megölni valakit, állatot megölni, vagy valami, hanem áldozat az azt jelenti, hogy az egótól tisztulni próbálok, és adni. Yagyarta karma nonyatra. És utána azt mondja, enélkül lokayam karma bandana. Az egész világ el van tévedve a karma labirintusba, és bandana az azt jelenti, hogy gusba van kötve. De hogyha végzel ezt az áldozatot, akkor megszabadulsz. Tehát adham karma kanteya mukta sangha samachara. Ez arról beszél, hogyha így cselekszel, akkor megszabadulsz, megtisztulsz a karmától. Szóval a lelki fejlődés már
első lépés az, hogy én tanulok adni másoknak. És van sokféle áldozat, majd hétvégére majd elmondom, milyen áldozatok, mi a fő áldozat, de egy pár dolgot most elmondom, hogy van akkor olyan áldozat, mikor mondjuk lelki tanítómester áldozatot hoz arra, hogy akkor ő önzetlenül tanítványat segít fejlődni. A tanítvány, ő áldozatot hoz, hogy ő ahhoz, hogy tudjon fejlődni, követi lelki tanítómesternek a utasításait, tanításait. Ez az avatás. És ugyanakkor egy tűzáldozati ceremóniával ez az eskü meg van hitelesítve, mert a tűz Isten képviselő, akkor ott van a pap, brámana, aki tűz áldozatot végez, ő előtte is meg van pecsételve, ő is egy tanú ennek a kapcsolatnak, a lelki tanítómester és a tanítványa között, és ugyanakkor ott vannak más szent emberek, akik ugyanúgy tanúk. Ez erősíti ezt a kapcsolatot, ilyen erős pecsétet rak, hogy legyen sikeres. Ez az avatási tűzáldozat, ami végre van hajtva, és ugyanakkor ilyenkor az tűzáldozata által van imádva az Úr, mert tűz Istent képviseli, és akkor ez a képviselés által Isten elfogadja ezeket az esküket, amit tesznek a tanítványok és a lelki tanítómester. Ezen kívül van vásztú, amikor a ház tisztító ceremónia, ahol el van üzve mindenféle szellemek, negatív energiánk, és meg van hívva pozitív, tiszta energia a házban. Van egy ilyen tűzáldozat, akkor van az esküvő tűzáldozat, meg sőt, van áldozat, ahol nem muszáj tűzáldozatot, de áldozatot szokták csinálni, mielőtt nemzenek gyereket. Van egy ilyen is. Na, ezekről a következő videóban majd nektek fogok mesélni egy kicsit. Iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok a videót, nem sokára folytatjuk, mindenkinek sok boldogságot kívánok, Hare Krishna!